George Perbiboros ausztrál érsek halálozott néhány nappal Con Flynn, vatikáni kollégánk készítette ezt az interjút a Biborossal, amit most önök is láthattak. Hát igen, Isten nyugosztalja a Biborost, és biztos vagy benne, hogy ő onnan fentről imádkozik miértünk. Most pedig folytatjuk, 16. Benedek pápára emlékezünk a mai műsorban. Itt van már velünk a stúdióban Jancsó András, Ratzinger politikai gondolkodásának kutatója. Szeretettel köszöntünk nálunk. Köszönöm a meghívást. 66 könyv, 3 enciklika, 4 apostoli buzdítás szerzője, 16. Benedek pápa. Ezek olyan számok, amire azt hiszem, hogy mindannyian kihívással tekintünk. Viszont a te megfogalmazásod volt az, hogy minden nyitott szívű embert elérhet 16. Benedek pápa. Életpéldája, tanításai, és minden, amit magunkkal vihetünk az ő életéből. Hát ezt valóban így gondolod? A fiatalok tekintetében és az idősebb korosztály számára, és a hívek és a tudományos világ szempontjából is? Josef Ratzinger egy egyetemi ember volt, akinek már 30 éves korában több mint 600-an voltak az egyetemi előadásain. Egyrészt azért, mert tudományos kérdéseket olyan mélységben tudott feltárni, hogy az egészen egyedülálló volt. Másrészt viszont, hogyha elolvassuk az ő írásaid, akár a teológiai bestselleréként hivatkozott Bevezetés a keresztény hitvilágába című könyvét, akkor azt látjuk, hogy ezt bárki el tudja olvasni, ezt a hívők és nem hívők egyaránt be tudják fogadni, úgyhogy az ő írói stílusa és tanítói stílusa is olyan, hogy a legmagasabb teológiai, filozófiai kérdéseket azt a legtermészetesebb egyszerűséggel tudja kifejteni, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban mindenki hozzá tud férni Ratzingernek a tanításához. Például érdekes, amikor őre gondolok, akkor azt gondolom, hogy te jó ég, hát nekem valamilyen teológiai professzornak kellene ahhoz, hogy tényleg jól meg tudjam érteni, vagy lehet egy PhD hallgatónak, hogy jól meg tudjam őt érteni. De akkor úgy tűnik, hogy tényleg ez a ha nyitott szívünk van, és hajlandóak vagyunk időt belefektetni abba, hogy akár olvasnak el a názáreti Jézusról szóló trilógiáját, akkor azért kaphatunk egy átfogó képet arról, hogy ki is volt ő maga. Abszolút, azt gondolom, hogy kaphatunk egy ilyen képet, sőt, magyar nyelven is több olyan munka van. Lukács László piarista atyának van egy hatalmas monográfiája Ratzingerről és 16. Benedek pápáról, amit hogyha elolvasunk, akkor valóban tudunk egy átfogó képet kapni. Az viszont biztos, hogy egy akkora hagyatéka van már, csak ha a számokat is nézzük, hogy ennek a feldolgozása, ez évtizedi munkát ad a kutatók számára. De ugye Ratzingernek volt egy nagy tanulmányi vagy tanítványi köre, és ők már az életében megkezdték az ő munkásságát, a feldolgozását és összegyűjtését, úgyhogy tudományos igénnyel is ez a feldolgozás már megkezdődött és elindult. Mégiscsak úgy mutatóban nézőknek, András, hogy Ratzinger politikai gondolkodásának kutatója, politikai gondolkodás egy pápa esetében. Tehát a közbeszéd, a sajtó sokáig hajlamos volt, talán még most is hajlamos a radikális, szélsőséges gondolkodású embernek, személynek beállítani őt. Így van ez. Mennyire van ez így, és mennyire árnyalt ez a kép? Nehéz kérdés, főleg azért, mert több dolgot kell szétszáloznunk. Ugye, ha azt nézzük, hogy Josef Ratzinger fiatal teológiai tanácsadóként ott van a II. Vatikáni zsinaton, akkor ott valóban a korhoz képest egy progresszív teológiai álláspontot Igen. képvisel. Ugyanakkor pedig, hogyha megnézzük a pápává választása után a liturgikus öltözékét, akkor pedig könnyen erről Érszegi Márk hosszasan tud beszélni. Igen, a piros cipő mindig meg volt gyanúsítva, vagy Práda cipő. Igen. Így van. Akkor pedig azt olvashatjuk a sajtóban, hogy ő valami konzervatív, valami elavult örökségnek az őrzője. De hogyha pontosak akarunk lenni, akkor valahol a kettő között kell ezt megtalálni. Politikai gondolkodása tekintetében végképp a kettő közötti már-már arany középútról lehet szó, hiszen ő arról beszél, hogy a keresztényeknek a plurális, szekuláris világban kell helytállniuk. Persze nem úgy, hogy belesimulnak ebbe a plurális és szekuláris világban, hanem úgy, hogy világító, hitvalló közösségekként jelen vannak. Tehát, hogy ez a gondolata a társadalomról, a politikáról való gondolkodása semmiképp sem szélsőséges. Például a keresztény demokráciának, mondhatni, hogy egyfajta képviselője volt, nem? Tehát még egy, ha jól tudom, akkor még írt is egy könyvet is, most nem tudom a pontos címét, ha valamikor a 60-as, 70-es években, amiben a demokrácia szó, de talán így is kezdődik, hát ha majd megtalálom. De hogy azért ő ezt a vonal, vagy ezekbe
akik ezt a vonalat képviselték, hát ő abszolút támogatta ezt a csoportot, vagy kört. Ez meg, hogy demokrácia alatt ő mi vajon mit mondott, vagy, és hogy ezeket fontos tisztázni, és talán a keresztény demokrácia kifejezést nem is használnám, mert egészen más jelentéstartalommal használjuk ezt ma, mint akár használták az 1800-as évek végén. Ugye pápai enciklikákban is feltűnik 13. Leó pápánál ez a kifejezés, de teljesen más jelentéssel, mint ahogy azt ma használjuk. Ebben most nem menjünk bele. Viszont az egy nagyon fontos kérdés, hogy József Ratzinger politikai gondolkodása az nem önmagába áll, hanem beleilleszkedik a 20. századi német politikai gondolkodásnak a történetébe. A teológiája kapcsán szokták azt mondani, hogy ő a tübingeni teológiai iskolához tartozik, viszont akkor megkockáztathatjuk azt is, hogy a politikai, a társadalomról való gondolkodása, az pedig az úgynevezett münsteri iskolához, münsteri hagyományhoz kapcsolódik. Ugyanis Münsterben a II. Világháborút követően egy bizonyos Joachim Ritter filozófus körül létrejön egy tanítványi kör, egy iskola, münsteri iskola, Ritter Schule, vagy Collegium Philosophicum néven is ismert, ahol megfogalmazódik egy úgynevezett kompenzáció elmélet, Ritteri kompenzáció elmélet, ami azt mondja, hogy a társadalomnak szüksége van egy olyan szervre, ami a társadalom, a történelem nélküliségét felszámolja, vagy arra reflektál. És ezt az elméletet egy másik német szerző teszi ismerté, akit pedig Ernst Wolfgang Böckenfördének hívnak, ő azt fogalmazza meg, hogy a szabad elvű szekularizált állam olyan előfeltevésekre épül, amit önmaga nem tud garantálni. Ezt úgy hívjuk, hogy Böckenförde paradoxon. És ha megnézzük József Ratzingernek a politikáról való gondolkodását, akkor a Böckenfördére való hivatkozás, és ez a böckenfördei gondolat, hogy a szekuláris államnak szüksége van valami politika előtti alapra, akkor ez egy alapgondolata. Persze radikalizálja is ezt a gondolatot Ratzinger olyan értelemben, hogy kiáll amellett, hogy a keresztény ihletettségű morál az, amire szüksége van a demokráciának, a szekuláris államnak, persze nem úgy, hogy átalakul valamiféle keresztény állammá. Ez egy nagyon összetett és nagyon árnyalt kérdés, és itt a kérdés arra is vonatkozik, amikor erről beszélünk, hogy vajon hogy lehet az ő gondolkodását, ilyenfajta erre vonatkozó gondolkodását, úgy átadni, vagy úgy megismertetni a szélesebb rétegekkel, hogy az mindenki számára érthető legyen. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert Magyarországon az ő társadalomról és politikáról való gondolkodása nehezen elérhető magyar nyelven. Tehát itt van egy komoly feladat előttünk, hogy... De németül kutattad? Alapvetően német? Muszáj németül elolvasni, mert olyan kifejezések vannak, amiket akár angolba, akár magyar nyelvbe is nagyon nehezen tudunk átültetni. Tehát az egy nagyon fontos feladat, hogy először is lefordítsuk az ő műveit, ne csak a teológia műveit, hanem a társadalomról, a politikáról szóló műveit is fordítsuk le magyarra. Azt gondolom ez az első feladat. De egyébként fontos megismerni? Tehát, hogy fontos az ő politikai gondolkodását megismerni, akár szélesebb rétegeknek, akár az átlag hívő számára? Fontos ez a kérdés? Azt gondolom, hogy igen, hiszen Ratzinger egy európai gondolkodó. Tehát ha akarunk megkötést élni, akkor itt Európában az ő gondolkodásával mindenképp foglalkoznunk kell, mindenképp meg kell ismernünk, mert egy olyan egyedi tónusa van, ha bár beleilleszkedik teológiai gondolkodás, a politikai gondolkodásra is egy hagyományba, de van egy olyan árnyalt, katolikus, európai attitűdje, amit azt gondolom, hogy igen, értelmes mindenkinek megismernie. Azért, hogyha megnézzük, hogy ifjú korában nyilván ott van a náci diktatúra, aztán a kommunizmus, bár nem tudom egyébként, hogy most ugye Ausztriában nevelkedett tulajdonképpen, vagy addigra ő már leginkább Rómában tartózkodott abban az időben? Ugye egészen 1977-ig
1977-ig egyetemi tanár Németország különböző városaiba. 77-ben bíborossá. Akkor kapja meg az érseki kinevezését, majd nem sokkal a bíborosi kalapot is megkapja, és ugye 1981-ben hívja őt II. János pápa, már második alkalommal a Vatikánba, hogy a hittani kongregáció prefektusa lesz, tehát hogy a 80-as évekbe kerül Rómába, már állandó székhelye. De azért azt láthatjuk tényleg, hogy igen, náci diktatúra, igen, kommunizmus, de aztán a 68-as diáklázadás, és ahogyan egyre inkább megyünk az új világrend, 2000-es évek, terrortámadások, aztán tényleg egyfajta új progresszív gondolkodás, hogy ezekről egyébként ő mit gondolt? Mert hogy nyilván látunk kisebb, ki tudunk talán mazsolázni egy-egy mondatokat az interjúkból, de azért egy ilyen átfogó képet lehet, hogy az tényleg kutató munka, hogy ezt megkapjuk. Igen, és talán mindegyik szempont, amit felhoztál, azokat önmagába érdemes kiemelni, hiszen a nácizmus borzalma az olyan szempontból meghatározta az ő gyerekkorát, hogy besorozzák, frontszolgálat, vagyis a front hátterébe, de katonai szolgálatot kell végeznie, és ezekről ő maga a testvérével, a fiú testvérével, Georggal ír is, hogy ezek az élmények, a háborúnak az élményei, az igazából, bár önmagában tényleg tragikus és borzalmas, de pont ez a borzalom az, ami a saját papi hivatásukat megerősítette, és hogyha megnézzük azt, hogy miután József és Georg is a rövididős fogság után hazatér, akkor pár hónap sem telik el, és 1945 őszén ők belépnek a szemináriumba. De nem csak a háború élménye, hanem a diktatúrának az élményei is, azt gondolom, hogy meghatározza az ő politikáról való gondolkodását, hiszen egyértelműen elutasítja mind a náci, mind a kommunista diktatúrát, és talán pont a diktatúrának az élménye az, ami a közép újra felfedezésére őt elvezeti, és azt mondja, hogy igenis, a plurális, szekuláris demokráciába kell helytállnunk, hiszen mégis ez a, itt Európában mindenképp ez a legjobb választás, ahol a kereszténység is tudja artikulálni magát. Aztán csak ő felemeli a hangját az úgynevezett relativizmusnak a diktatúrája ellen is, nagyon erősen. Itt már meg is említettük, hogy hát talán az egyik legnagyobb igazságkereső harcos igazságszolgáló. Igen, Ratzinger. Így van, ugye ezt a relativizmus diktatúrája kifejezést, ezt a pápává választása előtt, a pápai konklévei előtti Szent Misén használja, akkor válik ez igazán ismerté. És azt gondolom, hogy ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy mit gondol a hit és értelemnek a kapcsolatáról. Ugyanis azt mondja, hogy ismerjük a hitnek azokat a eseteit, amikor betegség jeleit mutatja. És ilyenkor a értelemnek a tiszta fényével kell ezeket megvilágítani, és megvizsgálni, és adott esetben meggyógyítani. De ugyanígy az értelemnek is, és az értelemhez kapcsolódó túlburjánzásokat is felül kell vizsgálni. És hogyha ezt elmulasztjuk, és a szekuláris, racionális észt meghagyjuk az egyedüli végső pontként, akkor az valóban a relativizmus diktatúrájához vezet el. A szekuláris észnek, a racionális észnek a felülvizsgálatát és a hittel való közös, természetes kapcsolatát, ő tulajdonképpen a professzori pályájától egészen a emeritus pápáságáig, illetve utolsó napjáig fontosnak tartotta mindenhol hangsúlyozni. Ha ehhez kapcsolódóan mondjuk a püspöki elmondatát megnézzük, hogy az igazság munkatársai, na hát ez a két szó, az igazság munkatársai, az ő egész élet példájával végül is hogy mutatja meg az igazságkeresését? Tudom, nincs rá két óránk, de... Igen. Igen, bár lenne. Ugye említettük, hogy ő egy egyetemi ember volt, aki a szemináriumi egyetemi tanulmányai után doktori disszertációt ír, majd habilitál, hogy elfoglalhassa az első professzori
Stallumát, és ez a kutatói egyetemi lét az ő életének egy jelentős részét meghatározza. És hogyha elolvassuk az ön életírását, akkor egészen közel érezhetjük magunkhoz, már mint emberségében, hogy amikor 1977-ben őt kinevezik a München-Freisingi érseknek, akkor ezt nem akarja először elfogadni. Ő azt mondja, hogy neki egyetemi feladata van, kutatói feladata van, az igazságot kell keresnie, mint kutató, és végül is a lelki atya az, aki meggyőzi arról, hogy ezt el kell fogadnia, és ő úgy nyilatkozik, hogy ez a szentírási szakasz az, amiben ő teljesnek érezte a két munkáját, a kutatói munkát, ami mindig az igazság kereséséről kell, hogy szóljon, és a püspöki apostoli munkáját, ami pedig az igazság szolgálata olyan értelemben, hogy végül is ő az apostoloknak az utódaként van jelen, és hát az apostolok meg az igazságnak a közvetlen munkatársai voltak. 2013 óta, ugye lemondása óta azért rengeteg minden történt itt a világban. Ő pedig elvonult ugye először Kassai Gandolfóba, aztán pedig ugye Máter Eklézsia Kolostorba, hogy hát imádkozzon, tulajdonképpen egyfajta spirituális háttere, támogatás biztosítson a mindenkori pápának. Mit láthatunk, hogy ezeket az egyes eseményeket, most tényleg akár a terrortámadásokra gondolok itt, akár a migrációs válságra 2015-ben, vagy akár a mostani ukrán-orosz konfliktus háború kapcsán, ő egyébként nyilatkozott, vagy inkább csendesen háttérbe vonult, akár írt, vagy tudjuk, hogy nyilvánvalóan imádkozott, az nem is kérdés ezekért akár a háborúért, akár a békért, de hogy ő erről ezekről mit gondolt? Igen, a emeritus pápasága alatt nagy megnyilatkozásokat már nem tesz. Ugye ő ezt meg is fogalmazta. Mondta is, hogy a nyilvánosságtól félre akar vonulni, és talán inkább, ha megkockáztathatunk egy ilyet, akkor itt jött el az a pillanat, amikor egy picit visszatudott a tudományos élethez térni, hiszen az egyik első lépése vagy munkája a emeritus pápaként az, hogy egy olasz matematikusnak egy évekkel korábban neki címzett könyvére reflektál. Tehát, hogy inkább a tudományos reflexiókat, vagy tudományos megnyilatkozásokat érdemes szerintem itt kiemelni, de az, hogy ő hogyan viszonyult a világhoz, a világnak a változásaihoz, azt viszont az egész munkásságából ki lehet olvasni. És zárásul azért láttuk, hallottuk Benedek pápa halála óta, hogy rengeteg helyen te is tartottál előadást, fiatalok körében sok alkalommal, sok helyszínen voltál jelen. Mit tapasztalsz a fiatal emberek részéről, hát főleg nyilván a hívők részéről, de azokról is, akik mondjuk az egyházon kívül, vagy az egyháztól távolabb vannak, és fiatalok. Mit gondolnak 16. Benedekről? Nyitottak-e rá? Az a nyitottság, amivel kezdtük, hogy minden nyitott szívű embert elérhet 16. Benedek pápa, ezt tapasztalod? Abszolút, én ebbe az örömbe vagyok tulajdonképpen, hogy itt egy hatalmas nyitottság van. Egyrészt a politikai és társadalomról való gondolkodására is nyitottság van, és olyan szempontból is nyitottság van, hogy Benedek pápát lehet együtt értelmezni Ferenc pápával, akár az ökológiáról való gondolkodásra. Mert hogy nem szembeállítva őket. Így van, hanem együtt és folytonosságban, hiszen 16. Benedek pápát ritkán említjük, de a pápasága alatt még zöld pápának is hívták, úgyhogy mindenképpen én ezt a nyitottságot abszolút tapasztalom. Igen. Jancsó András, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és hát reményeink szerint még sok alkalommal leszel itt a stúdiónk vendége. Köszönöm. Köszönöm szépen.